A Magyar Vörös Kereszt idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját, ez egy igen jelentős szám. 1881 előtt is voltak már előtt szervezetei, de abban az évben kezdett el hivatalosan is Vörös Kereszt szervezetként dolgozni. Segélyező nőegyletként működtek korábban, elsősorban a háborús helyzet követelte meg ezt a munkát. Manapság legtöbben a véradások szervezése miatt ismerik őket, ez 1938 óta feladata a Magyar Vörös Keresztnek. A segítségnyújtás az elmúlt időszakban még inkább felértékelődött. A pandémiás időszak új feladatokat is jelentett az önkéntesek számára. Úgy, ahogyan egyrészt vesztesei vagyunk a pandémiás helyzetnek, szervezeti szinten én azt gondolom, hogy mi sikeresek voltunk ebben a dologban, és nyertesei lettünk abban az értelemben véve, hogy olyan önkénteseket sikerült megszólítanunk a segítségnyújtás szervezése kapcsán, akik addig nem kapcsolódtak a megyei szervezethez. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan eredmény, illetve az, hogy segítsünk a bajba jutottakon, és munkaerőt toborozzunk azokra a feladatokra, amit akár a Védelmi Bizottságon keresztül, akár az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodáson keresztül a Magyar Vörös Kereszt elvállalt és végzett. A Vörös Keresztnél is emberek dolgoznak, akik legyőzték azokat a félelmeket, amivel mindenki küzdött, főleg a járvány elején, amikor még keveset lehetett tudni a vírusról, tette hozzá a megyei igazgató. Soha nem látott mértékben érkeztek adományok is a koronavírus kapcsán a Vörös Kereszt megyei szervezetéhez, ezeket viszont ki is kellett osztani, ekkor szintén nagy szükség volt a munkájukra. Ez a nagyfokú érdeklődés az önkéntesek részéről nem csak a megyében, hanem országszerte is jellemző volt. Ezt a Magyar Vörös Kereszt főigazgatója Kardos István emelte ki. Ha van egy katasztrófa helyzet, akkor az abban való részvétel, mondjuk egy árvíz helyzetnél, vagy egy viharkár helyreállításánál, az egy pár hetet, vagy egy-két-három hónapot vesz igénybe, és utána úgy viszonylag visszaáll az a napi feladatellátás, ami mondjuk a véradás szervezésében, az első segélynyújtás képzésében, a fiatalok megszólításában, a segélyezési feladatokban adott. Ahhoz képest 2020. január vége óta a Magyar Vörös Kereszt nem csak országosan, tehát az országos központja, hanem a megyei szervezetek is inkább úgy működnek, mint hogyha folyamatos veszélyhelyzet lenne, katasztrófa helyzet lenne. Igyekszünk azt a szerepünket, amit megfogalmaztak a Genfi központban, hogy kiegészítő szereplői vagyunk az állami intézményrendszernek, ahol valamilyen feladat van, szükség van egy részt kitölteni, abban hogyan tud egy humanitárius szervezet, mint a Vörös Kereszt helytállni. Ez a feladat tavaly január óta intenzíven jelen van az önkéntesek életében, a határ mentén segítenek a testhőmérséklet mérésnél, a mintavétel után szállítják a laborba a mintákat, a diszpécser szolgálatban segítenek, de a szűrőbuszokon is végeznek adminisztratív feladatokat, tette hozzá a főigazgató. Ez nem egy átlagos, de annál hosszabb időszakot jelent, közben pedig készülnek az év végére is, hogy az elmúlt években megszokott segélyezési feladatok még tartalmasabbak legyenek az ünnepek idején.